Képviselő a vendégünk, és hát az a kérdés, hogy megosztja velünk a nézeteit, illetve az álláspontját, de nem ebben a témában, hanem ugyebár a választójogi törvényről beszélünk, és ahogy arra az előbb már utaltam, annak idején mind a Fidesz, mind a KDNP hosszan és kitartóan érvelt az amellett, hogy miért kell két forduló a választásokon. Ön is megfogalmazta ezt többször, Orbán Viktor is megfogalmazta. Miért gondolták meg magukat mégis? Ezek szerint az elvek csak addig fontosak, amíg az önök érdekeit szolgálják? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Jó kérdés, mert köszönöm szépen. Helyes módon élezi a probléma felvetésével a jogi problémát. Nos, azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez is egy olyan alkotmányjogi és választójogi kérdés, nem egy van ilyen, amire kétféle megoldás egyaránt elfogadható. Tehát a kétfordulós rendszer melletti érvek azok nagyon súlyosak, és magam is a kétfordulós rendszert általában elvileg jónak tartom. Ami a Fidesz-KDNP álláspontjának a megváltozását eredményezte, egyébként ez azért nem tegnap történt, hanem egy kicsit korábban már, hiszen tavaly beadtak egy törvényjavaslatot a Fidesz-KDNP-s képviselők, és ott is egyfordulós. Amióta a helyzet jelenlegi állása szerint önöknek már jobban kedvezne az egyfordulós. Az igazság, hogy funkciótlanná válik, vagy annak tűnik jelenleg a kétfordulós rendszer. Tessék megnézni az előző választást 2010-ben. Mit változtatott a második forduló az első fordulón? Semmit. Gyakorlatilag az első fordulóban eldőltek a választások. Összefogásra esély sem volt. Én, ha most nézem ezeket az ellenzéki pártokat, most sincs esély. Tehát én azt gondolom, hogy van logika abban is, amikor úgy gondolkodik a kormány többség, vagy a kormányzó pártszövetség, hogy ez ebben a pillanatban, a jelen helyzetben csak költségeket szaporítana. Tehát ezek az érvek. Éppen arról van szó, hogy ha egy egyfordulós rendszer van, akkor az ellenzéknek, hogyha akarja, hogy igazából esélye legyen, mondjuk a jelenlegi matematika mellett, az első forduló előtt össze kéne fognia ahhoz, hogy le tudják győzni mondjuk a kormánypárti jelöltet. Ahogy ezt a Fidesz és a KDNP meg is csinálja. Ahogy ezt önök meg is csinálták, de mint ahogy itt az előbb megfogalmaztam, most jól megnézték, és arra következtetése jutottak, hogy ezek nem fognak megegyezni az első forduló előtt, feltehetően. Viszont a kétfordulós rendszernek az lenne az értelme, és az ön szavait hadd idézzem, hogy a kétfordulós rendszer magának a választópolgárnak adja meg annak a lehetőségét, hogy döntsön, megadja a másodlagos pártpreferencia lehetőségét. Ezt ön mondta akkor még a Fidesz tagjaként 1999. április 6-án, és aztán azzal fejtette ki ezt bővebben, hogy az egyfordulós rendszerben előfordulhat olyan, hogy olyan párt jelöltje szerez mandátumot relatív többség alapján, amely egy olyan helyzetben, amikor a másodlagos preferenciáit is kifejezésre juttatta a választópolgár, nem nyerne mandátumot. Ebben a helyzetben pedig tulajdonképpen a második forduló helyett a pártok döntenék el a választópolgár feje felett, ilyen-olyan egyességek útját keresve, akár az első forduló előtt, akár esetleg az első forduló után a parlamentben kialakult erőviszonyokat, illetően azokat a kérdéseket, amelyeket a választópolgároknak kellene eldönteniük. Azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz lenne szebben megfogalmazni. Egyébként pont ez az a lehetőség, amit most elvennének a választópolgároktól, mégpedig hosszú időre, és ki tudja, hogy 2-3-4 ciklus múlva milyen másodlagos preferenciák lennének, vagy megegyezési lehetősége? Ezek az érvek állnak továbbra is, tehát én ezeket nem vonom vissza. Arról van szó, hogy amikor ön ezt mondta 99-ben, akkor számíthattak rá, hogy vagy a kisgazda, vagy a miépes szavazók a második fordulóban átszavaznak a Fideszre. Most viszont a helyzet jelenlegi állása és a jelenlegi politikai matematika szerint a Fidesz valóban nem sokat profitálhatna egy második fordulótól. A kispártok, meg a mostani ellenzék viszont annál inkább. Még egyszer mondom, miközben ezek az érvek helytállóak elméleti értelemben, hát én ezt tanítom is az egyetemen, tehát ezeket az érveket helyén való érveknek tartjuk, a kétfordulós rendszer mellett szóló érveknek. Ezzel szemben, mint ahogy a világon, számos országban egyfordulós rendszer is működik, a Fidesz-KDNP álláspontját ma az határozza meg alapvetően, hogy nincs funkciója a második fordulónak. Mind a 2006-os
az politikai erőviszonyok által meghatározott körülményektől nem lehet eltekinteni. Tehát ha megnézzük a 2006-os... A választási rendszer nem az adott politikai erőviszonyokra szól, vagy igen? Nem. Nem, de egy politikai valóságtól, ami tartósnak látszik, és tartósnak tűnik, mert már a második választáson látható, hogy funkciótlan a kétfordulós rendszer. 2006-ban is, 2010-ben is láttuk, hogy ez a fajta szempontrendszer, amit én magam is elméletileg vallok, hát ez egy alkotmányjogi tézis kánon, amit itten elmondtam annak idején is, és amit most felidéz, ez a szempontrendszer a magyar politikai viszonyok között most már a második választás óta nem működik. Gyakorlatilag a 2006-os választásban is az első fordulóban eldőltek az eredmények, a második fordulóban megismétlődtek ezek. Ugyanezt történt, megismétlődtek az első forduló eredményei lényegében, végeredményét tekintve, ugyanezt történt 2010-ben, és ezek után ennek összefüggésében a másik rendszer melletti érveket se tekinthetjük súlytalannak, amelyek arra épülnek, hogy a választásokat igyekezzünk minél kevesebb költséggel, és lehetőleg, gyorsabban lebonyolítani. Ugye a másik pólus a brit rendszer, én nem tudok számokat mondani most magának, hát nyilvánvalóan lényegesen kevesebb, két forduló az nyilván sokkal többe kerül, mint egy. A brit rendszer egyébként egy sokkal rövidebb kampány és egyfordulós rendszerre épít, mert ott nem kerül egyébként, és érdekes módon nem kerül sokkal kevesebbe, mert hogy a legtöbb választásokkal kapcsolatos költség az állandó és nem a fordulók, tehát 5-6 milliárdos költségből mindössze körülbelül egy, maximum másfél milliárd lesz a megtakarítás, hogyha nincs második forduló, messze nem olyan tetemes, mint gondolnánk. Ki hogy látja, hogy ez egy tetemes összege, vagy nem? Hogyha nincs funkciója, még egyszer mondom, a kulcsszempont az az, hogy nincs funkciója a második fordulónak. Így értékelt a Fidesz-KDNP, volt vita egyébként a pártszövetségen belül is, tehát itt most még egyszer mondom, mind a két megoldás olyan megoldás, amely alkotmányos is, demokratikus is, a világban erre is van példa, arra is van példa. A kétfordulós rendszer melletti elméleti érvek, amiket ön felidéz, az általánosságban elméletileg helytálló, azt én továbbra is tartom, tanítom. Jó, hát alapvetően ugyanakkor, hiszem... ugyanakkor ebben a vitában, ami a pártszövetségben is lezajlott, az az álláspont kerekedett felül, hogy tekintettel a rendszer funkció, a kétfordulós rendszer funkciótlanságára és nagyobb költségeire nem ezt támogatja. Jó, értem, mert alapvetően egyetértünk, azt hiszem ön is azt mondja, hogy a pillanatnyi politikai erőviszonyok ezt a rendszer diktálják, és én is éppen azt próbáltam megfogalmazni, hogy a pillanatnyi politikai erőviszonyok alakították rosszul hangzik, mert pillanatnyi politikai erőviszonyokhoz nem lehet választási rendszert igazítani, de egy ország politikai viszonyainak a tartósabb jellemzőitől sem lehet elvonatkoztatni egy választási rendszert. Hát legalábbis önök nyilván azt szeretnék, hogy ezek a viszonyok most tartósak legyenek. Én nagyon szerettem volna még megbeszélni rengeteg mindent az ajánló céduláktól kezdve a határon túliakig, de azt hiszem, mert most lejárt az időnk, hogy ezt majd egy következő alkalommal folytatjuk. Köszönöm szépen, anyai. Én is köszönöm.